Novemberben kezdődik a téli ellátási időszak a hajléktalan szállókon és más szolgáltató intézményekben. Az oltalom szeretett szolgálat munkatársai is készülnek a téli feladatokra. Több mint 15 éves saját tapasztalataik mellett külföldi mintákkal is ismerkednek. A tavalyi bajorországi látogatásuk után idén Brüsszelbe utaztak egy hajléktalanokról szóló konferenciára. Az oltalom szeretett szolgálat 15 éve tartja a kapcsolatot egy nem mindennapi bajorországi faluval. Herzogszágmühle nem szokványos település, hiszen otthon azoknak az embereknek, akik az életük folyamán valamilyen formában háttérbe szorultak. Ennek oka sokféle lehet, így a faluban többek között lelki betegek, fogyatékossággal élők, függőségben szenvedők és hajléktalanok találnak új lehetőséget maguknak. Herzogszágmühle Bajorországban a legnagyobb intézmény, falu a hajléktalanok számára. 120 éves múltra tekint vissza, magas a szakmai színvonala, hiszen többek között orvosok, pszichológusok, szociális szakemberek és pedagógusok is segítik az érintetteket. Lakhatási lehetőség is van számukra, ezért is gondolom azt, hogy úgy, mint az oltalom szeretett szolgálat, mi is az elesetteket segítjük, és a mi munkánk alapja is a keresztényi hit. Az oltalom szeretett szolgálat többek között nappali melegedőt, éjjeli menedékhelyet is biztosít a rászorulóknak. Munkatársaik hét ellátási területen dolgoznak, és több mint 300 hajléktalannal tartják a kapcsolatot. Ezekkel az adatokkal Észak-Kelet-Magyarország hajléktalan ellátásában a legnagyobb szervezet. Most egy brüsszeli látogatáson szereztek tapasztalatokat. Vendégem a stúdióban Laborci Géza, az oltalom szeretett szolgálat igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Jellemzően mik a legszembetűnőbb különbségek a külföldi minták és a magyar, illetve a nyíregyházi gyakorlat között? Hát nyilván amennyire egy ilyen rövid háromnapos szakmai úteszt engedi, hiszen nem összehasonlításra mentünk, de azért az egyik az egy izgalmas kérdés, ami jelzésértékű, hogy azzal kezdődött ez az egyébként európai szervezeteket tömörítő fejanszta konferenciának a programja, hogy Brüsszelbe hívtak minket egy városnézésre, de nem idegen vezető volt a profi idegenvezetőnk volt, hanem két hajléktalan volt az idegenvezetőnk, és egy valaki volt, aki nem profi szociális munkás volt, hanem egy önkéntes, aki segíti a brüsszeli hajléktalan ellátást. Tudatos volt a választás abból a szempontból is, hogy az egyik hajléktalan az egy igazi brüsszeli hajléktalan volt, vagy belga hajléktalan, aki ott él Brüsszelben, a másik egy valódi menekült, akinek még papírjai sincsenek, egy kameruni fiatal ember, aki valami családi dráma miatt egyedül maradt, és ő ott él, és ők mutatták meg nekünk Brüsszelt alulnézetből. Na most... Elég érdekes élmény lehetett. Igen. Mi az, amit ők esetleg másképp közelítenek meg, mint mi? Hát, amit én ebből is lehetett érzékelni, hogy egyrészt a nehéz élethelyzetben lévő embereknek, a foglalkozóknak sokkal erőteljesebb a társadalmi beágyazottsága. Tehát az, hogy egy egyébként képzőművész, mert ez volt a civil. Az önkéntes. Rendszeresen fontosnak gondolja, hogy ő nem csak azért jött, mert nekünk mutassa a várost, hanem azért, mert ő rendszeresen bejár, segíti az ottani munkát. Ez azt jelzi, hogy sokkal erőteljesebb a társadalmi beágyazottsága egy ilyen hajléktalan ellátásnak mondjuk, mint nálunk Magyarországon. Tehát itt még nagyon-nagyon sok tennivalónk van, hogy ezt a fajta önkéntes programban utolérjük őket. Ami újra és újra még fontos, bár nem föltétlenül szakmai kérdés, még ez inkább csak megint hozzáállás, hogy azt mondták nekünk ezek a hajléktalanok, hogy ne menjünk be egyetlen egy nappali melegedőbe, egyetlen egy átmeneti szállóra, éjjeli menedékhelyre, mert ez nekik ugyanolyan intim szféra, mint nekünk normál embereknek az otthonunk, és ezért mindent csak kívülről mutattak meg nekünk. Ami egyébként már egy kicsit a konferenciának a szakmai vitájához, meg nem csak ehhez, hanem egy ilyen hosszabb európai kitekintés, ugye az hogy hogyan lehet megszüntetni a hajléktalanságot, vagy ehhez mi a legfontosabb eszköz. Hogy bekerül valaki egy ellátórendszerbe, és onnan vezetik ki, vagy valaki, ahogy a
rendszerbe kerül, a lehető legrövidebb úton ki kell abból az ellátórendszerből szabadítani, és az önálló élethez kell juttatni, például, hogy minél hamarabb lakást kapjon. Van erre szabály, vagy minden eset más? Hát erre van törekvés, tehát az az Európai Uniós gyakorlat, afelé szeretnék tolni ezt az egész ellátást, hogy ne az ellátórendszer épüljön ki, hanem aki a saját pályáján minél hamarabb lakáshoz jusson. Na most ehhez az kell egyébként, hogy egy olyan életszínvonalon éljen valaki, aki képes egy lakásnak a fenntartására. Ha valaki egy bizonyos életszínvonal vagy szocializáció alatti hajléktalanságból jön, akkor ennél komolyabb segítségre szorul. Tehát a nagy vita az tulajdonképpen ott van, hogy erre nagy szabályt nem lehet felállítani, mert van, aki alkalmas, tehát aki a leszakadó rétegből érkezik, és van tapasztalata, háztartási ismerete, hogy hogy kell egy családot vagy egy lakást fönntartani, csak valamilyen szociális baleset miatt ebből kiesett, az könnyebben visszaáll, mint az, aki mondjuk állami gondozottként soha nem rendelkezett ilyen típusú tapasztalatokkal. Tehát itt differenciáltan kell azért látni a dolgot az én véleményem szerint. Ez azért az európai ellátásban ez egy nagy kérdés, illetve az is egy nagy kérdés, hogy legyen-e és mi legyen egy ilyen közös európai uniós stratégia a hajléktalanság kezelésére és a hajléktalanságnak a megszüntetésére. Van-e szégyenkezni valója Magyarországnak és Nyíregyházának így a nemzetközi kitekintésben, a hajléktalan ellátás tekintetében? Hát a magyarországi helyzetről én nem szeretnék beszélni, de én azt gondolom, hogy az, amit mi fölvállaltunk, hogy igyekszünk azt, hogy Nyíregyházán a hajléktalanok azok emberhez méltó körülményeket kapjanak, és a krízis időszakban pedig senki ne essen áldozatul az ord időjárásnak. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valónk. Természetesen ettől még sok-sok tennivalónk van. De felkészültek az idei térre is, gondolom. Igen. Igen. Az egyik az nyilván az, ami a saját készülésünk minden évben, a felkészülés a hét ellátórendszerben arra, hogy a maximális kihasználtság mellett működünk jelenleg is, de arra kell felkészülni, hogy a téli időszakban, meg az időjárás zordabbá válásának a következtében mindig megnövekszik az igény. Tehát, hogy senkit ne utasítsunk el, ezért az éjjeli menedékeken, nappali melegedőn és a többi helyeken, hát úgy kell a szállásokat kialakítani, hogy ott azok, ha kicsit szűkösebben is, de mindenkinek minél többen elférjenek. A másik nyilván, amiben támogatást kapunk a hajléktalanokért közalapítványtól, különböző pályázati forrásokból minden évben, azok ebben az évben is hála Istennek rendelkezésre állnak. Ez azt jelenti, hogy tudjuk vinni hogy az éjjeli menedékhelyen egy 10 fős aki beteg, tehát kórházból kerül ki, azok ott tudnak maradni nappal is, hogy az időjárás gondjai miatt ne az utcán töltsék a betegségük miatt az időt. Nyertünk táplálkozásban segítséget, tehát hogy az éjjeli menedékhelyen, az átmeneti szállón tudunk ételt osztani az előttünk lévő időben, ami azt jelenti, hogy ez egy fontos dolog, hogy fizikailag ne romoljanak le a ellátottaink a téli időszakban. Illetve még egy fontos dolog van, hogy az úgynevezett élelmiszerbank, talán ez nem minősül reklámnak, mert ez nem gazdasági tevékenység, az élelmiszerbankon keresztül az áruházláncoknál megmaradt élelmiszert, zöldséget nagyon-nagyon sokat kapunk az utóbbi időben, és ezt tudjuk szétosztani a ellátottaink között. Például a családok átmeneti otthonában a gyerekek így kapnak különböző gyümölcsöt, és így tudják így tudjuk az ő egészségüket is óvni. Tehát azt gondolom, hogy ezek a felkészülések, a belső és a külső szempontok most szerencsésen együtt állnak. Fogunk még erről beszélni a tél folyamán, én biztos vagyok benne. Laborc Géza, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm az érdeklődést.